Tehát Morvai Zsuzsannát. Azért mondtam, hogy kedves régi kolléga, mert Önes Zsuzsa van, amikor a 70-es évek közepén Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztőségében volt nekem konkrétan kolléganő, azóta pedig, vagyis későbben pedig az Országos Széchenyi Könyvtár plakát és kisnyomtatvány párába, egy elnézést kérek, én is a programnak csak asszisztent kisnyomtatványt írtam, de azóta már tudom, hogy ez ott. Igen. Megkérdezik. Elköszönjük, hölgyeim és uraim! Remélem hallják a magamat, és nem szükséges a mikrofon. Valóban egy nagyon érdekes gyűjtemény rendezésének a programban szeretném Önökkel ismertetni. Ez a rövid előadás tartalma, amit itt felvázolok, a gyűjtemény eredeti állapota, az úgynevezett mormon program, egy történeti átalakításban mutatnám be, hogy milyen formája van a kettőt, nem kritikusnak. A rendezés több szabályért is megtettem, majd a végén a jelenlegi állapotot és ecseteni esetleg, hogy milyen jövő vár el a gyűjteményre. 2003. január 31-én állapodott meg a Széchenyi Könyvtár főigazgatója, a Zsenalati Károszó Szárkiós Utakar egy mikrofilmezési programban. Ezt megelőzve, mindjárt tudtuk, hogy a Széchenyi Könyvtárnak kb. 1 millió gyászjelentés gyűjtött, 1 millió darabot magában foglaló gyászjelentés gyűjteménye van, és ezt a gyűjteményt naponta használták a családkutatók, történészek, bibliográfusok és lexikonszerkesztők. Első betűvel volt rendezve, el tudják képzelni, hogy így jelentette. Időnként ebből a betűtő kapcsolatból kiemeltek mondjuk egy ismert családnevet, mint Kovács, mint Horváth, de ez is azt jelentette, hogy esetleként 30-40 palimot kellett felvenni egy kutatónak, és minden nap tulajdonképpen forgatták ezt a kutatót. Tudtuk, hogy a gyűjtemény beszédben van, hiszen nagyon sok esetben egyénányok van szó, ezért mi is kerestük a megoldási módokat. Ez a dátum viszont adta nekünk azt, hogy merre menjünk tovább. Ebben a pillanatban eldobt, hogy mikrofilmezik és milyen módszerrel. Ekkor nekiálltunk egy házi szabályzat elkészítésének, mert a rendezést megelőző állapotok így néztek ki. Híres emberek gyászjelentései, ilyenkor az ember azt gondolja, hogy ki a híres ember, és valóban bebizonyosodott, hogy nem mindig ugyanúgy gondoljuk a híres ember programát. 19.-20. századi anyag volt az előbb elmondott módon gyakorlatilag. Csak palimba rendezve a 20. század végéig köteles anyagot elkezdték szoros betűletbe rendezni. Külön gyűjtötték a híres emberek gyászkultuszát, mint például a Kossuth Lajosét, kéziratost és a nagy alapú gyászjelentések részben a kettedő rész formában a többi apró nyomtatvány mellett részben kiemelve található voltak. Abban a pillanatban, amikor elkezdtünk gondolkodni ezen a három szabályzaton, azt kellett meghatározni, hogy mi az a gyűjteménytípus, amit az Éva mondta, amit azért kell külön tartanunk, mert a formája, vagy az állaga, vagy valami indokolja azt, hogy egybe. Így alakult ki ez a rendszer, hogy kéziratok gyászjelentések külön tárolóba kerültek a nyomtatott nagy alapú gyászjelentések és szomorú levelek. A törzsanyag az a nagy massza, ami már kialakult, és kiemeltük ennek híres emberek gyászkultuszára vonatkozó gyászjelentéseket. Megmutatnám ezt a mutatót. Minden egyes típusról egy ilyen mutatót adtunk át és írtuk meg, ami majd később elmondani a fontos és fontos szerepe. Érdekesképpen mutatnám meg Erzsébet királyné gyászkultuszának az első napjai, közel 200 gyászjelentést adtak ki a halála kapcsán akkor Magyarországon. Az elmúlt évben például ebből egy nagyon szép kultuszkiállítás született a Gördöbölő királyi kastélyban. Tulajdonképpen azt kellett megfogalmaznunk, hogy mi a gyászjelentés. Ez mindig olyan evidensnek tűnik, de egy dokumentum
típus pontos meghatározásával az alapjai kütemény kiképzésének. Ez egy magánéleti dokumentum, aminek az a célja, hogy valakinek a haláláról adjon értesítést, és lehetőleg a lehető legtöbb adatot tartalmaz a kutatás számára. Itt megmutatom önöknek a legkorábbi gyászjelentés formát, ami tulajdonképpen egy kéziratos szomorú levél, egy nagyon szép magánlevél típust történeti dokumentumról van szó. A nyelvezete gyönyörű, általában a magára maradott özvegy vagy gyerekek értesítik a rokonokat az illető haláláról, és utólagos értesítés az nagyon fontos, arról, hol temették el. Részletesen írnak róla életrajzi adatokat, meg a betegség befolyását, de a halál vagy a temetés időpontjáról mindig utólag értesítettek mindenkit. Ennek léteznek már olyan formái, hogy az írók megírta, lehet látni, hogy egy ugyanazon kézírással 4-5 példány is van a gyűjteményünkben, és az özvegy csak megcímezte és aláírt néhány személyes megjegyzést esetleg tárlákra vonatkozóan. Ez a szomorú levél már a 18. század végén, 19. század elején nyomtatásban is megjelent. Itt bentartom a Vázi József Tosolci Város szomorú levelét, 1870-ben halt meg, nagyon szépen tükrözi, hogy a nyomdai szedés fölött van egy személyes hozzáírás, tehát a címzés személyes, és általában a végén még van egy személyes megjegyzése az özvegynek. Ezzel párhuzamosan megjelent egy úgynevezett szomorú jelentés dokumentum. Ez a szomorú jelentés ezzel tulajdonképpen a ma már ismert, megszokott 19. században igazán letisztult formájú gyászjelentésnek az elődje. Itt ez formáját tekintve általában kettették, hosszúkás formájú, és itt már megjelenik az, hogy mikor halt meg, pontosan tudjuk, és a hátra lévő részében meghívás történik a temetésre, valamint, hogy hol és milyen módon történik a gyászfenntartás. Ez a gyászfenntartás forma rendeződött át, aztán később a 19. században egy általános ismert formává. Az előző formáról azt szeretném még elmondani a szomorú levelekről, hogy önök, akik ugye közvetlenül bibliográfusok, találkoznak ezeknek a szomorú leveleknek korábban felelt összes példányában a Petri Portás 7. kötetében, ahol ecseti üdvíték meghatározták pontosan, hogy milyen kiküldetett névformát fognak figyelembe venni, és mindig a rendszó az elhatározott nevele. Ezt megtartva ugyanebben a formában rendeztük, és nagyon szép eredményt értünk el, mert a Petri Portáshoz képest is nagyon sok került elő a saját gyűjteményünkből. Miután ezek egy-egy nyomdának a termékei, ezért ők lelőhelyezéket is adtak, hogy a Magyarországos Levéltárban vagy egy Erdély Könyvtárban vagy egy Széchenyi Könyvtárban találtak meg, ezt fogják most otthoni elő egy gyűjteményből. Szeretném elmondani, hogy a 19. század közepén a falkék után megjelennek azok a gyászszentések, amelyeket részt a család ad ki, de hát természetesen nagyon fontos, hogy ki volt. Itt Fejér Kataki Lászlóról, a Széchenyi Könyvtárnak a igazgatójáról, és Nemzeti Múzeumnak főigazgatójáról kiadott családi gyászszentést tartanak, de ugyanakkor minden éves emberről kiadtak azok a szervezetek, egyetek, intézmények, ahol ő élt vagy dolgozott, hasonló gyászjelentéseket. A rendezés által az volt, hogy az első volt a családi gyászjelentés, és utána az intézmények betörendjében követtük a összes gyászjelentést. Volt olyan ember, akinek 9-10 gyászjelentése is volt. Hát ez a gyászjelentés típus, ami nagyon sok információval szolgál, tehát a halálidőt, hogy egy termetés, gyászfenntartás, szabadterülés, stb. Jelenlő esetében a 20. századra szépen lassan megkorít. És bemutatnék egy olyan gyászjelentést, mert köteles példát érkezett a Széchenyi Könyvtárban, és önök is láthatják, hogy
onnan tudjuk, hogy melyik évben érkezett be, nem lehet látni, csak az eredeti példányban, hogy melyik évben érkezett be, lepecsételtük, és itt egy elválasztott magyar állampolgárokat szól, csak azt tudjuk, hogy hány éves, és hogy voltak katonaink. Ma egyre nagyobb pillanat lett a kiköltető gyászteremtések, és bizony nagyon sok esetben a Rondából például így kaptunk meg a köteles példányt, tehát semmilyen információ nem fog már mondhatunk megszolgálni. És hát ez egy nagyon érdekes folyamat volt, ahogy mi végig kísérhettük a munkák során, mi magunk is meglepődtünk, hogy egyrészt hogy álltak össze a családok történetei, másrészt pedig, hogy mennyi információt veszik a 20. század ember ezekkel a nagyon leegyszerűsített értesítés formákkal. Megmutatnám azt a formát, amikor ugye az 50-es évektől kezdve már eltűnik a vallásra való utalás, tehát többet nem kutatható ez a terület, valamint nagyon gyakran előfordult, hogy nem a család tekinti saját halottjának, hanem például jelen esetben a polgári védelem saját halottjának, hogy hívták a feleségét, a fiát, a nejét és a gyermekeit. Hosszú vita volt erről a dokumentum típusról. Batthyány Lajostól kezdve a magyar történelem számos újabb temetést ért meg. Hosszasan gondolkodtunk, hogy mit tegyünk ezekkel a dokumentumokkal, és az lett a döntésünk, hogy az újratemetésekkel kialakult gyászteremtést formáljuk, és valóban az újratemetést dokumentáló dokumentumokat bizony gyászteremtésnek elismerjük, és úgy szervezzük. Itt is látható direkt nem ismertem, méghozzá Szilárdi László és Domasok kiadás nyíregyházi áldozatai voltak az 56-os forradalomnak, és újratemetésünket az NDF és a hozzátartozók. Aztán nagy feladat volt a dokumentum tipológiai vége, hogy megmutassam, hogy bizony fiktívnek neveztem ezeket a gyászjelentéseket, és hát nem csak egy korszakot jelölő személyéről adtak ki gyászjelentést, ez egy 1956-os fölött nap, aminek gyászjelentés formát kaptak, és mindig szövegezték meg. Természetesen az átkörű völgyök a rövelentős gyűjteményre, de ugyanilyen jelszeretések jelentek meg Trianonról, számtalan formában a Tisza folyóról, tehát nagyon sok esetben használják ezeket a dokumentumok típusokat, ami persze nem jelszeretés. Most beszélnek arról, hogy történt a rendezés. Természetesen előlettünk mindenféle szabályt és konzultáltunk a kollégákkal, ugye elmondunk európai használatú nevekről van szó, rendszor, családnév, magyar nyelv szabályai szerint. Második névelem az egyéni név, az utónév, a harmadik névelem az atyai név, bizony a szerző lakosság körében 19. század végéig előfordult ez a névforma, tehát magyar területen élő szerzőkről beszélek. Amikor elkezdtük a rendezést, mi magunk se tudtuk, hogy nagyon sok pesti, például a pesti óvodai polgár kényelmi gyászteremtést adatott ki, vagy úgy, hogy volt külön egy magyar, volt egy német nyelvű, vagy pedig egy gyászteremtésen belül magyar és idegen nyelvű, itt minden esetben a magyar nyelvűt vettük figyelembe, és ezt együtt rendeztünk a törzsanyagban. Akkor a magyar történelem során több korszakot nagyon jól lehetett látni a rendezés során, hogy mikor történtek még a magyarosítások. A 19. század végén a szerb fiúk például elhagyta hosszú részleteket, tehát lerövidítették a nevet, többféle formában átírták a civil, a magyar írásmódot, így aztán nem is kezdtek soha egymás mellé. Ez például arra példa, hogy valaki 1937-ben magyarosít, kaptól erről Sásdira, majdnem minden esetben megtartják az eredeti nemüket kerekszámlójelben. Itt látható lent, hogy a szülők kaptavelekében gyászolják a fiúkat. Tehát mi a rendezés alapelvének mondtuk ki, hogy nem vagyunk családtagok, tehát azt szerint fogjuk rendezni, ahogy a gyászszeretések van, mert ez a rendezés erre, az mondjuk csak, hogy feladata lesz, hogy mi
és hogyan még tovább. Nem vettük figyelembe megszoruló címeket, igen sok volt belőle, kitüntető címeket, képzettséget fokozatos terülő címeket, a foglalkozásukat, a ragadmán neveket, vagy a bevetszeti családoknál használt polgárnak különböző neveket. Itt egy újabb, ugye idős, polgár és gazdálkodó, ezek minden hagyatott elemek voltak, maradt a rózsabány. Természetes egyszerű eset, amikor Rózsabány, Rózsa Ferenc és Rózsa János nevei egymás után kerülnek. Ez egy egyszerű megkülönbözés, viszont sokkal nehezebb problémák volt nagyobb családnevekkel. Csak úgy mondom önöknek, hogy hozzánkor 62.000 volt tegyünk el, mert tehát el kell képzelni, hogy mi kellett az, amikor Korpát János vagy Kovács János került egymás mellé. Muszáj volt egy szűkítő részt bevenni még, és akkor jött az, hogyha azonos éppen harcolja egyébként első teremben, ha nem azonos éppen hartak meg, akkor első 1867-től napjaig egyszerűen sem. Ha egy éppen hartak meg, akkor jött a harmadik elem az, hogy forgatnak meg, mert valamiben kellett kapaszkodnunk, és akkor ez mindenkire érvényes volt. A megkülönböztető névelemet hátravetítettük, és a természetesen a kettős nevek kezdődött kiválni. Itt mutatom önöknek az asszony névhasználat legegyszerűbb formáját, a szerintem mutatott feliratkozási László első feleségének, Andrássovics Gizellának a gyászjelentését. Ez egy nagyon szép családi gyászjelentés, meg tudjuk, hogy hol ragadtozták, de a név az tökéletesen tisztán kivehető. Hát ennél sokkal bonyolultabb esetekkel is találkoztunk. Elhagyandó névelet, mi az valakinek, mi az jó járneve. Fölött Szofi esetében elfelejtették felé, hogy Tanári Ilona volt a neve. Ezt minden esetben nekünk, ha nem tudtuk, akkor exfúgot, vagy valahogy nem felszett. Én hiszen az anyakönyv szerint kellett nekünk besorolni. A legegyszerűbb forma az, amikor négy jelenének családi, fényvezetékneve, keresztneve és azon belül az asszony neve. Tehát a lány eredetén nevek szerint rendeztük. Akkor, amikor a könyvanyagot rendeztük és összeállt, akkor 527 darab volt a tisztán dokumentumokkal leválasztott könyvanyag. Visszarendeztük őket palinokba, és minden egyes palinra fölépítünk, hogy van benne. Ezt leköltük 10.000-enként a mikrofilmtárba, restaurálás után erről a kollégám fog már beszélni. Minden egyes név szerepel a mikrofilmezésre átadott listán. Tehát ez, amit itt látnak, ez vagy én, vagy a kollégáim helyettük meg számítok meg. Amikor a mondatok elfogadták a mikrofilmet, amit nem volt egy egyszerű eseknek, külön fenntartanak erre egy csapatot, aki a minőséget elemezi, visszakerül a mikrofilmeket, már nem a kiskontrasztmentárból, hanem a mikrofilmtárból, és úgy szolgáltatják. A mikrofilmtár mutatásai mellé rendelik ezeket a kezdeteket, és ezen túl a kutatók, amikor bejönnek a könyvtárba, egy belső keresési rendszeren ott a mikrofilmtárban beírják a családnevet, megkapják azt, hogy hármas kérdéseket kell kivenni, és amikor továbbadjuk a kutatásával, akkor perceken belül kapok a következő mikrofilmtárcsát. És ez például a nagy műjelű gyászmentesek és szomorú jelentések listája. Itt azért mutatom meg önöknek, mert ez volt az az eset, amikor a tették alapján megkülönböztettük esetleg az azonos, de nemesi nevek mellett ugye be kellett írni, hogy milyen családnak tagja és az asszonyoknál szintén. És ezeket a listákat is megtalálhatják majd a kutatók, és mutatózók is ezeket, tehát utalósok egyébként is megtalálhatják. Összesen 533.000 dokumentumról készült felvétel. Ez még ennél is több kockát jelent, azoknak voltak négy oldalról szokott benne. A dokumentumok és más dokumentumok leválogatása megtörtént. Ebből a következő előnyök születnek.
gyors, könnyű és biztos keresés, azonnali szolgáltatás, nagyon komoly kultusztörténeti anyag állt össze, mint említettem, komoly kiállítások, például az elműködben van kemés körzetanyagot. Hátrányok. Nagyon sok jelszületés hátrapján cintése, vagy magában egy jelszületésen megjegyzések voltak. Ezeket a megjegyzéseket, vagy esetleg kiváló újságcikeket, stb. Nem vehetünk figyelembe, mert ekkora anyag rendezésen, amikor nagyon szoros határidőben kellett dolgoznunk, a legfontosabb volt, hogy kiválogassuk azt a példát, ami a legjobb állatokban megtanulhatunk, és nem kell restaurálni, hiszen 10 000 példát még kint is kellett. Tehát óriási volt a munka, és természetesen ebben az esetben az a legfontosabb, hogy minden akkor a lehető leggyorsabban menjen. A kutatók sajnálják, a doktumok nem hozzáférhetők, hát ez az egyetlenség érdemkutatás. Természetesen az internetes hozzáférés nevel és a teljes digitalizálás az elérendő legnagyobb cél. Megmutatom, hogy ez hogy néz ki a tulajdonképpen a magyar. Beírtam Pulitzer József nevét, ugye ő egy ismert magyar újságíró, azonnal adja ezt a oldalt, megtudjuk a legfontosabb adatokat, azt, hogy ők honnan nyerték az adatokat, és a harmadik fázison megtudjuk, hogy hívják az kutyáját, az édesanyját, az édesanyját és a házastársát. Hát ez még egyelőre Fulcsik könyvtár jelenlegi helyzetében ez nem áll rendelkezésre, miért is nem? Mert megpróbálkoztak, és megpróbálkoztak, hogy nagyon egyszerű módszerre, sajnos ez. Tehát azt hiszem, hogy egyelőre erre még várni kell, tehát valamit az informatikát szerelni kell, vagy a nyomdakészleteknek megfelelő karakterkeresőt, vagy valami más út lesz, ami majd nem hogy ilyen jelszerűsek, hanem olyan bódövetős gyászjelentésekről már nem esett szó, amelyet olyan kollégának tudott csak elolvasni, vagy hogy évirattát munkatársaknak nem láttuk még olyan egyedi karakterkészletet. Tehát még ez természetesen az informatika fejlődése után lesz tökéletes, de én úgy gondolom, hogy mi ez ideig is óriási léptünk, hogy a kutató bent akarat előményezünk. Szeretném megemlíteni tüketet itt a munkában, akkor jött fejlődött a Csemária, Tudokocsi Zoltán és a Elvéné, Györgyi és Lejtőgené. Az OSZ